Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Bizonyára hallható a háttérben, hogy kicsit hangos, itt a gépek dolgoznak, itt a földeken most krumplit szednek. Ezt nem tudom így elkerülni, de akkor tudjátok, hogy miről van szó. Ez egy hétvégi szerelmi jóslás, és először megnézzük azt, hogy mi történik a pénteki napon, milyen az energia, az itt látható. Itt van mozgás. Előre mennek a dolgok, sőt, az is lehet, hogy ő kicsit türelmetlen, de hibázik, mert mindenütt ott akar lenni. Itt is, ott is, amott is, nem tud nemet mondani, és mindenkinek segíteni akar. De ezzel saját magát bántja meg, hiszen itt látható ez a korlátozás. Emiatt kimerült, fáradt, sőt az is lehet, hogy fáj a feje, mert itt tanulnia kell. Ő nem tud mindenütt ott lenni, nem tud mindenkinek segíteni. Számára most az lenne a fontos, hogy legyen meg a belső egyensúly, hogy kipihenje magát, hogy mérlegelje a dolgokat, hogy komoly döntéseket hozzon, mi az, ami fontos számára, mert akkor az az irány. De ha ő ezt nem teszi meg, akkor itt látható, hogy saját magát korlátozza. A szombati nap itt látható. Kisüt a nap, megvilágít valamit, tanul a helyzetből, majd látni fogja azt, hogy melyik irány fontos számára, és ez lesz egy közeledés, hiszen látni akar téged, lesz egy találkozás, itt a kelyhek utalnak az ő érzelmeire, a te érzelmeidre, itt megvan a kisugárzás, a vonzalom kettőtök között, lesz egy szerelmi kapcsolat, hiszen kimutatja ő is az érzelmeid, és te is, és itt látható ezen a kártyán egy új kezdet, nagyon örömteli, kezdődik egy új periódus az életetekben. És vasárnap az itt látható. Ő útban van hozzád. A kezében van ez az arany kehely, ami utal az érzelmeire. Ő ezt kimutatja. Átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami itt is látható. De vannak nála félelmek, meg bizonytalanságok, mert fél attól, hogy nem veszed észre, hogy nem fogadod el, hogy zárkózott vagy. Pénteken még jó a hangulat, de vasárnap változik valami, hiszen nála megjelennek akkor ezek a bizonytalanságok. Ő irányítja a dolgokat, irányítja ezt a hintót, de hogyha félelmei vannak, akkor néha fékezi az eseményeket, és nem mer közeledni, nem meri kimutatni az érzelmeit. Lehet, hogy vannak emlékek a múltból, és fél attól, hogy valami megismétlődik, de ennek ellenére látható itt a mozgás, ennek ellenére láthatóak a kelyhek, tehát biztos lehetsz abban, hogy jön, biztos lehetsz abban, hogy kimutatja az érzelmeit. Itt van mozgás, de kimerült. Kell számára a belső egyensúly. Megvan a vonzalom kettőtök között, egy új kezdet, egy találkozás. De vannak pillanatok, amikor fél attól, hogy nem fogadod te ezt el. Ha így van, akkor kicsit fékezi még a dolgokat.
És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!